Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A háziorvosok november 1-től használhatják a térítés köteles háziorvosi ellátások díjtáblázatát, amelyet a Magyar Orvosi Kamara dolgozott ki. Olyan beavatkozásokra vonatkozik, amelyeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nem támogat, és hatóságilag sincs meghatározva az áruk. A dokumentum 18 tételt sorol fel, köztük a vérvételt és az infúzió beadását is. A vonalban Komáromi Zoltán háziorvos, a DK egészségpolitikusa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kezdj csak alá! Kicsit segítsen nekem helyre tenni, illetve a hallgatóknak is. Én szerencsére nagyon ritkán járok egyelőre még házi orvoshoz. Szóval kinek kell fizetnie, és miért? Kétfele kell osztani a házi orvosi tevékenységet. Az egyik fele a mind a megelőzés, mind a gondozás, mind a betegségeknek a gyógyítása, receptírás, táppénzrevétel, stb. Beutalás. Ez mind úgynevezett NEAC által finanszírozott tevékenység. Magyarul minden házi orvos a hónap második napján kapja az átutalást a NEAC-tól, ebből tartja fönt a rendelőit, ebből fizeti az alkalmazottait, saját magát, fizeti az adókat, járulékokat, stb. Vannak egyébként olyan tevékenységek, amiket egyébként a házi orvos kötelessége, szakmai kötelessége végezni, viszont nincsenek benne ebben a csomagban, ebben a házi orvosi csomagban, hogy a legtriviálisabbat mondjam, a jogosítvány egészségügyi alkalmassági vizsgálat, aminek a meghosszabbítása, vagy például a látlelet, vagy például, hogyha valaki közfoglalkoztatott lesz, és oda kell egy igazolás, hogy ő egészség állapotánál fogva el tudja ezt látni. Ezekre hatósági árak vannak, itt nem nincs mozgástér, megvan, hogy hány éves korba mennyibe kerül egyéb. És erről a háziorvosi szolgálat nyugtát igény esetén számlát ad. És van egy harmadik kosár, amelyik gyakorlatilag nem hatósági árral meghatározott tény, tevékenység. Ezek például, amikor a beteg kéri, hogy készüljön róla egy EKG, vagy a beteg azt kéri, bár egészségállapota nem indokolja, hogy ne kelljen bemenni a szakrendelőbe vérvételre, hanem a nővér kint háználása el. Ezekre úgynevezett térítési díj tartozik, amiben többször nekifutott az orvosi kamara, mint árképző, ugyanis törvény nem határozza meg a kamarát ilyen szerepre. Emiatt a gazdasági versenyhivatal már a 99-2000-es években is volt rengeteg vita, akkor még én titkárként dolgoztam ott, és egyszerűen a gazdasági versenyhivatal nem engedte, hogy a orvosi kamara akár csak ajánlás szintjén is meghatározzon bizonyos tevékenységeknek árat. Ezért látszik ez a faramuci megoldás, hogy tólig, mert ez az egyetlen kiskapu az árképzésben. Úgy egyébként zárójelbe teszem hozzá, hogy az kamarai törvényhez úgyis hozzá kellene most már nyúlni, és akkor például ezt meg lehetne állapítani, hogy árképző szerepe legyen a kamarának. Minden országban egyébként ez így van. És akkor, ha valaki például ilyen szolgáltatást kér, akkor előre tudnia kell, ugye, hogy mennyibe kerül, azt ki kell függeszteni a háziorvosi rendelőnek a várójába, és amennyiben ő ezt kéri, akkor szépen kap róla egy nyugtát számlát, befizeti kártyával vagy készpénzzel, és megkapja ezt a szolgáltatást a háziorvostól. No, mit jelent ez egyébként a háziorvosok szempontjából? Jelent-e bármilyen plusz adminisztrációt vagy kellemetlenséget, és mit jelent egyébként a másik oldalról, hiszen ugye, hogyha háziorvosról beszélünk, akkor én mondtam, hogy én még nem járok háziorvoshoz szerencsére, és lekopogom mindenhol, de mondjuk az idősek sokat járnak, tehát nekik akkor azzal kell szembesülniük, hogy fizetős lesz valami, vagy drágább, mint eddig? Szerintem nem lesz drágább, de maga az alapszolgáltatás és a hatósági ár az ugyanaz, ami volt. Uh-huh. Itt most arról van szó, hogy nem a Mátra Derecskei házi orvos és az ottani önkormányzat határozza meg, hogy melyik. Közben pont hívják önt valószínűleg ez ügyben, nem? Hogy házi orvos. Tehát nem a önkormányzat és a házi orvos határozza meg, hogy mennyibe kerül egy bizonyos beavatkozás, hanem van erre egy ajánlat, egy árajánlat, és az van kifüggesztve, de ez nem tartozik, mondom, a receptírás, nem tartozik hozzá a beutalás, nem tartozik hozzá maga a gyógyítás, a gondozás, a feld,
megközelítése bizonyos betegségeknek, tehát a szűrések, ezek ugyanúgy térítésmentesek és a NEAK által finanszírozottak, mint eddig. Hogy áll egyébként a háziorvosi szakma most, hogyha szakember hiányról beszélünk, arról beszélünk, hogy, vagy beszéltünk, hogy mondjuk vidéken nincsen elég háziorvos, mi a kép? Hát az a helyzet, hogy gyakorlatilag a háziorvosok 10%, háziorvosi praxisok 10%-a betöltetlen, és sajnos egy aszimetria látszik ebben, mert pont a falusi vegyes praxisokban van rengeteg, tehát meg is haladja a 10%-ot, valami 16-17% ezeknek a praxisoknak betöltetlen, és hát közel 900 ezer embernek nincs házi orvos azon a településen, ahol ő lakik. Persze őket is ellátja valaki, mert általában az önkormányzat köt egy szerződést a szomszédváros vagy a szomszéd falu házi orvosával, aki egy héten kétszer átmegy 2 órára, 3 órára rendelni, a tüzeket eloltani, a recepteket aláírni, beutalókat aláírni, leleteket megbeszélni, és ott inkább a nővér viszi a praxist ezen a másik 3 napon, illetve hát ilyen helyettesítéseknél általában arra is lehetőség van, hogy a beteg átmenjen abba a szomszéd faluba, városba, és hogyha olyan akut betegsége van, akkor a helyettesítő orvos a saját rendelőjébe látja el. Az a baj, hogy ennek a szakmának a presztízsét azért elmúlt 15-20 év alatt sikerült rendesen tönkretenni, és mivel, hogy nincs utánpótlás, tehát a közel 1000 végző orvosból egy évben általában 50-60 választja ezt a szakmát, tehát iratkozik be, vagy jelentkezik rezidensnek a háziorvosi intézetekbe. Ebből az látszik, hogy a körülbelül havon, vagy körülbelül évente 200 orvos hagyja el a pályát, 50 jön be, ebből egyértelmű, hogy évente 150-nel nő a szakadék a betöltött és a betöltetlen praxisok között. Az a megoldás, hogy egyrészt a vidéki praxisoknál ugyanazt kellene csinálni, mint Svédországba, Finnországba, hogy aki aláír 5 évet, hogy a sarkörön túl megy, akár tanárnak, akár orvosnak, akár gyógyszerésznek, az arra az 5 évre dupla fizetést kap, és 5 év után eldöntheti, hogy ott marad, vagy visszajön a sarkörön innen levő helyekre, és lesz biztos fiatal, aki viszont vállalni fogja ezt a feladatot. Így ez a tulajdonképpen hátrányos helyzetű térségekbe is sikerülne háziorvost juttatni, és hát igen, a háziorvosi szakmai munkát kellene most már hagyni, hogy a háziorvosok dolgozzanak, ne csak adminisztráljanak, meg papírokat töltsenek ki, és akkor biztos, hogy sokkal több fiatal választanak. Komáromi Zoltán. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt ma reggel. Szívesen, máskor is. Viszont hallásra kezdjük csak.